24 órás készenlétben, állandó életveszélyben, dacolva a hideggel, az orvhalászokkal nap mint nap a bálnákért harcolnak. A Sea Shepherd bárnavédő szervezet egyik hajóján önkéntesként dolgozik egy magyar aktivista, Kristóf Veronika, aki most épp nem harcol, hanem itt van a stúdióban. Jó estét kívánok! Köszönöm. Hogyan jut eszébe valakinek az, hogy elmegy egy hajóra, kockáztatja az életét, így kevergette otthon a gulyást, és így ült és gondolkodott, hogy na, mi is legyek most akkor, vagy ez hogy? Gulyást nem kevergettem, mert vegetáriánusként találtam már a Sea Shepherdre eleve, de igazából amikor eleget tanultam a bálnákról, delfinekről, akkor elkezdtem keresni egy olyan lehetőséget, hogy hogyan tudnék a leghatékonyabban segíteni a bálnáknak, delfineknek, és így találtam a Sea Shepherdre. Önkéntesként dolgozik. Még ön maga füzet azért, hogy felkerülhessen a hajóra, ahová egyébként nem is olyan egyszerű felkerülni, ugye? Ez így van. Hányból hánynak sikerül? Amikor először jelentkeztem, akkor 500 jelentkezőből választottak, most pedig ugye az Animal Planeten zajló bálnák háborúja film dokumentumsorozat kapcsán 10 000-ek jelentkeznek minden egyes kampányra. Azért ezért is érdekes, mert hogy harcolni kell azért, hogy bejusson, és egyébként pedig kockára teszi a saját életét. Ez így van. De hogy, miként, kik támadják önöket? Japán bálnaorvadászokkal harcolunk az Antarktisz térségében. De ez mit jelent, hogy harcolunk állandóan? Gyakorlatilag állandóan, azt lehet mondani. Egy évből hány alkalommal? Vagy ez hogy működik? A bálnák minden évben november végén, december elején érkeznek az Antarktisz térségébe táplálkozni, és ezt az időszakot használják ki a japán bálnavadászflotta munkásai, hogy bálnákat gyilkoljanak az antarktiszi bálnavédelmi területen. És hogyan támadnak, és egyáltalán önök hogyan védekezhetnek? A kezdetekkor, amikor elkezdtük a japán bálnavadászflotta elleni harcunkat, akkor elegendő volt felbukkanni a közelükbe ahhoz, hogy menekülésre fogják, aztán egyre agresszívabb taktikát alkalmaztak ellenünk. Ez mit jelent most? Lőnek? Éleslőfegyver, gránátok. Azt a mindenit. Nekünk mit jöttek. Annyit tudunk tenni, hogy ezt úgy fogjuk fel, hogy amíg minket támadnak, addig nincs idejük a bálnákat mészárolni. Tehát ez máshogy... Hát ez elég elszántnak tűnik, Jézus! Máshogy ezt nem lehet, ugyanis az Antarktisz térségében az időjárás is egy ellenség gyakorlatilag. Hát, ezzel is fel kell. Milyen körülmények vannak a hajón? Hajón nagyon röviden spártai, picit hosszabban nagyon spártai. Mit csinálnak ott a hajón? Mindenki dolgozik napi 8-10-12 órát, tehát senkinek nincs olyan lehetőség, hogy csak turistaként eljöjjön, és azt mondja, hogy én az életemet kockáztattam a bálnákért, nekünk munkánk van. Van családja? Lehet családja egy olyan embernek, aki az életét kockáztatja? Van, akinek van családja. Önnek? Nekem is van, gyerekem nincs természetesen, tehát nőként ez gyerekkel nem lehet nagyon vállalni, mert azért gyerek iránt felelősséget kell vállalni. Mennyi bálna köszönheti az életét önöknek? És egyetlen van a statisztika, hogy tényleg hányat pusztítottak el? Minden évben megkapjuk a hivatalos jelentést Japánból. Ebben a bálnavédelmi szezonban 784 bálna életét mentettük meg az 1035 fős vadászati kvótából. Miért vadásznak el? Mert ez jár Japánnak. Ez mit jelent? Ha a világ azt mondja, hogy nem vadászhat bálnát kereskedelmi célból, akkor vadászta úgynevezett tudományos célból, amire most megjött a bírósági végzés, hogy nem volt tudományos. Ha nem vadászhat tudományos célból, akkor vadászta étkezési kultúra címszó alatt, és egyébként pedig kijelentik, hogy ez nekik jár. Mikor megy újra? Amint a japán bálnavadászflotta úgy dönt, hogy el akarnak indulni az Antarktisz térségébe bálnát mészárolni. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.